Carlos Luna, Gabriel de Ciancio és Pablo Ambrosini. Mit csináljak ezzel a szerelemmel? Ezzel, amit belül érzek? Amit eddig nem éreztem? De egyből rám tör. Amikor meglátom, amikor megérint, amikor érzem az illatát, mindig, mindig. Mit csináljak vele? Ez a szerelem az egész testemet átjárja. Nem tudom, mit tegyek. Egyszerűen nem tudom. Mit kezdjünk ezzel a szerelemmel? Mert nem lehet. Hát, most semmit. Ezt nem lehet. Jaj. Néha jobb, ha magunkban tartjuk az érzéseinket. A szeretteink érdekében. Igen. Persze, természetesen. Nem egyedül vagyunk a világon. Nem. Tűrtőztessük magunkat. A család miatt. Különben nagyon csúnyán végződhet a dolog. Ezért az lenne a legjobb, hogyha elmennék ebből a házból, asszonyom. Kilépek innen. El akar menni? Messzire innen. Akkor nem láthatjuk egymást? Nem. Nem akarom, hogy elmenjen. Nem akarom elveszíteni. Én meg nem akarok menni, asszonyom. Akárhogy is. Már nem vagyunk olyan közel egymáshoz. Maga Barbara testőre és Pacheco az enyém. Magát nem akarom vagyunk védeni, közel. Asszonyom. De nem védhet tovább Akirre. Maga megvédhet minden erőszaktól és veszélytől. De valakinek meg kell védenie magától is. Maga jelenti a legnagyobb veszélyt rám. Most megyek, és kicsit lepihenek. Ha egyedül akar lenni, maradjon csak itt. A maga helye. Ez itt már a kettőnk helye. Yo estoy pensando en ti, pensando nunca más, pensar que te perdí. Victoria! Ja. Jaj, te sokám! De jól nézel ki! Örülök, hogy jól vagy! Hozzád jöttem látogatóba, és olyan boldog vagyok, hogy újra itt láthatlak azok után, ami történt. Itt vagy éppen egészségesen, és szép, és csinos vagy, mint jaj, mindig. Jaj, ugyan már elég. Engem csúnyán meglőttek, segíts! Jaj, Istenem! Én imádkoztam, hogy gyógyulj meg, hogy sikerüljön a műtétedés. Nekem még életem van. Féltem, hogy elveszítelek.
Nagyon féltem. Sosem fogsz elveszíteni engem, soha, érted? Nem. Ahogy a nagyi mondaná, ha valami fontos dolgot kell megoldanod, de nem tudod, hogy hogy birkózz meg vele... Akkor csomagold be valamibe, és add Isten kezébe. Így van. Tudni fogja, mit kell tennie. Ha belegondolok, nekem is van mit becsomagolnom és átadnom neki. Apa, azt hittem elmentél. Még itt vagyok. Mit csinálsz te itt? Semmi különösen. Finom kis lány te a Fáznak, és finom kis narancs te a Viktoriának, tessék. És itt a cukor. Jaj, Nora, te mindig elkényeztetsz minket. Emlékeztek, amikor órákon át csak beszélgettünk és beszélgettünk? Nem kérek többet, köszönöm. Mennyit tudtunk fecsegni, mindenkit kiplegykáltunk. Anyám, meg hogy kiabált velem ezért? Emlékszel Olgitára? Jaj, Isten! Jaj, ne nevettes, kérlek! Már hogy nem emlékeznék rá? Milyen éles hangja volt, emlékszel? Anyám sosem akarta, hogy együtt legyek magukkal. Mindig azt mondta, hogy mindenkinek megvan a saját helye, hová tartozik, édes kislányom. És az így volt. De a te helyed mindig is mellettünk lesz, édes. Igen. Ez így van. Olyan vagy nekünk, mint a testvérünk, bizony. Ha már szóba került, folyton az jár a fejemben, hogy van egy másik testvérünk. Jaj, ne, Viktória, kérlek, ne beszéljünk erről, hagyjuk ezt. Lehet, hogy 1000 testvérünk van, hagyjuk a témát. Hát tudod, ebben a családban már sok mindent eltitkoltak. És ez senkinek sem volt jó. Ezért gondolom én azt, hogyha tényleg van valahol még egy testvérünk, hát ismerjük meg. Igaza van. Szerintem Viktoriának igaza van. Miért büntetnék szegényt azért, mert az apjuk félrelépett? Így van. Ugye? Nézzétek, csajok, én nem akarok apatitkaiban vájkálni. Soha nem akartunk találkozni egyik szeretőjével sem, és szerencse, hogy így gondoltuk, mert anya így is nagyon sokat szenvedett apa miatt. Ne találkozzunk egyik lányával vagy fiával se. Ráadásul lehet, hogy több is van, nem akarok. Viktória, kérlek szépen. Rendben van, de csak hogy te is tudd, nekem találkoznom kell vele. Jaj, Viktória, Jól van. Na, későre jár, és magának pihennie kell, igaz? Gondolkodtam, és arra jutottam, hogy ha nem baj, akkor ide költöznék. No, komolyan? Igen. Ide? Jaj, újra itthon leszel. Ez nagyszerű, Norita. Jaj, de jó. Menj csak, Norita, menj. Apa! Szia, hogy vagy? Asszonyom? Igen, Pacséko? Kellek még? Nem, köszönöm. Csak egy valami. Mondja meg a maga... a zongora tanáromnak, hogy látni szeretném. Nem jön többet. Nem? Vagyis nem jön többet zongora órákat adni? Nem. Nem? És ki döntött így, ha megkérdezhetem? Magyarázatot kérek. Jól van, de valamit igazán nem értek. Mondd csak, pász. Igen, apa? Aguirre nem veled van? Nem, apa. Nem? Nem. Látom, ebben házban senki nem szívleli meg a tanácsomat. Apa, ne sértődj meg ezen. Bízd csak bennem. Egetrengető híreim vannak. Viktória, újra ebben a házban fog lakni. Igen. Igen. Ez kiváló döntés volt, Viktória. Ez a te otthonod is? Igen. Mindig is az volt. Ezért jövök vissza. Újra szeretném szeretni a családomat. Jól van, most elmegyek anyához. Tatu. Tatu, ne. Apának beszélnie kell veled. Miről? Halljam. Hát szóval apa és anya most...
Igen? Mi? Úgy döntöttünk, hogy külön válunk egy kicsit. Mi az, hogy külön váltok? Minek? Gondolkodni. Mert hát... csak erről van szó, érted, Tatu? Tudod jól, hogy a dolgok megváltoztak. Kérlek, ne csináld. Tatu, kérlek, ne. Kérlek. Nem olyan a helyzet, mint régen. A szüleidnek nehézségei vannak. Érted ezt? Ezért arra gondoltunk, hogy az lesz a legjobb, hogyha tartunk egy kis szünetet, hogy ne bántsuk egymást, hogy ne szenvedjünk. Időre van szükségünk, hogy gondolkodjunk. Ti is elváltok. Elfogtok. Nem, én ezt nem mondtam, Tatu, én ezt nem mondtam. Nem ezt mondtam. De ha szüneteltek, akkor a végén elváltok. Nem, erről van szó. De igen, én nem akarom, hogy elváljatok, hallod? Ne csináljátok ezt. Ne legyél szomorú, kicsim. Én őszintén mondom. Mégis mit vártál? Tiszta szívből szeretitek egymást, vagyis eddig így volt, és hirtelen időre van szükségetek. Nyugodj meg. Nem értem, komolyan nem értek ebből egy szót sem. Nem. Miért váltok el? Tatu, kérlek szépen. Olyan régóta együtt vagytok. Kérlek, Tatu, kérlek, kicsim, nyugodj meg. Nyugalom. Én voltam. Jól van. Tati, nem akarom. Mi a baj? Miért csírsz ennyire? Semmi. Mi történt? Anya és apa el fognak válni. Hogy lehet, hogy elválnak? Mere alok, ha elválnak. Nem, kicsim, senki sem mondta ezt. Csak szünetet tartunk, ennyi az egész. Szóval szünetet tartanak. Ez egyenlő a válással. Ágézre, mondja meg neki, hogy nem erről van szó. Persze, hogy nem erről van szó. Nem, kicsim, nem erről van szó. Jól van. Mikor történt ez? Ma. Majd megbeszéljük a dolgokat. Tatu. Elmegyek anyához. Menj csak. Tudod jó, hogy ti ketten mit jelentetek nekem. Igen. Szeretlek. Én is nagyon szeretlek. Szia, Tatjana. Viszlát. Megmagyarázná ezt nekem. Huancsi, kérem készüljön el, elmegyünk. Ilyen későn? Igen, az este még csak most kezdődik el. Jó estét. Anya, ha már úgyis sokat leszel itthon, többet, mint eddig, csökkenteni kellene Pacheco fizetését. Mert úgyis nagy rész tévét fog nézni, nem? Pacheco, te tudod, mit csinálj a szabadidődben. Huancsi, menjünk, Gizsó már vár.